Alapvetően milyen stílusú bútorok vannak otthon nálatok? Tehát tegyük fel, akkor térjünk ki, most így a dohányzóval induljunk ki. Tehát, hogy milyen stílusú bútorok azok, amik nálatok megtalálhatóak? Én abszolút a mindig divatos, a friss, modern dolgokat szeretem. Ami azért picit nehéz, mert nagyon-nagyon hamar frissítik a bútorokat, és 4-5 év elteltével az ember úgy érzi, hogy már nem annyira modern az, amilyen van, de hát 4-5 évente bútor cserélni azért ezt szerintem elég kevesen engedhetik maguknak, hogy megtegyék. A bútorok sokaknak, illetve hát ahogy én belegondolok, anyukám lakásában még van, mindig vannak olyan szekrények, ami az én gyerekkoromban is már öreg volt, tehát azért régebben másképp voltak ezek a bútor kérdések. Ma már ki se bírnak egy életet, valljuk be őszintén, hiszen az 5 éve ott lévő szekrényünk például már elkezdett mozogni, mert nincs rendesen talán összecsavarod, vagy egyszerűen úgy van már megcsinálva, hogy ne bírjon, ne legyen olyan hosszú életű, vegyél újat, ez úgy törvényszerű. Ezzel együtt én a modern, friss bútorokat, tehát például ez a stílus, amiben itt most mi ülünk, ez nekem tetszik. A színekben én egy picit visszafogottabb vagyok. A faszíneiben én a világosabbakat szeretem, vagy a nagyon sötét barnát, a csokoládés színt, vagy az igazi ezt a juharszínű nagyon világosat. A bútorok színeibe is, tehát a ülőgarnitúra színeibe is olyat, ami egy kicsit pasztelebb, tehát amihez a kiegészítők tudnak esetleg harsányabbak lenni, mert az sokkal egyszerűbb cserélni. Okay. Tehát ha van egy hihetetlen harsány színű ülőgarnitúrám 5-6-700 ezer forintért, és meguntam, mert szavarja a szemem, azt nem lehet csak úgy kidobni és cserélni. De van egy békés, nyugodt színű ülőgarnitúrám, mondjuk egy olajzöld, ami speciál nekünk most van, ott csak a párnákat, kiegészítőket kell körülötte kicserélni, ami egy sokkal kisebb lendület anyagilag, és már is úgy érzed magad, hogy egy új hangulatba csöppentél.